Idén második alkalommal rendezték meg a Borúti Gála estet Siklóson. A Villánysiklósi Borút Egyesület rendezvényén ezúttal az alapító Becker Leonóra nevével fémjelzett díjakat is átadták. A kitüntetést elsőként Buk József vehette át. Az az igazság, hogy én nagyon, nagyon örülök, hogy ezt a díjat megkaptam. Amikor 94-ben én megismertem a Leonórát, akkor tulajdonképpen együtt kezdtük a Villánysiklósi Borútnak a szervezését. Ő volt a főszervező, mi nagyon örültünk, hogy valaki megmozgat bennünket, és hát tulajdonképpen az akkori megyei vezetéssel 94-ben elmentünk Ausztriába, Németországba és Franciaországba megtapasztalni azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent a borút, mi az, hogy borút. És én azt kell, hogy mondjam, hogy én annyira csodáltam a Nórát, hogy olyan lelkesen és olyan hozzáértéssel csinálta, hogy egy-két éven belül Villány kimondottan Magyarország első és legjobban működő borútja volt. Egy darabig csak egyedül voltunk, aztán utána jöttek a többi borútak is, de nagyon jól működő borút volt. Egy olyan borútat indított el, aminek azt kell, hogy mondjam, ma is élvezzük a akár az anyagi értékét is, és a hírnevét. Tehát tulajdonképpen ma is azt kell, hogy mondjuk, hogy a Villánysiklósi borút Magyarország egyik legjobban működő borútja, lelkesek vagyunk, nagyon sok vendég jön a borút szervezésén keresztül, és nagyon sokan látogatnak meg bennünket. Tehát egy ilyen díjat megkapni, azt kell, hogy mindig nagy dicsőség. Ugyancsak részesült a díjból a Siklósi vár. Szentgyörgyvári Péter várkapitány vette át az elismerést. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Siklósi vár megkaphatta a Becker Leonóra díjat, pont azért, mert abban a szerencsében van nekem részem, hogy én személyesen is ismertem a Leonórát. Utaztunk is együtt Franciaországba, egy fantasztikus ember volt ő, és hihetetlen sokat tett ő az egész borvidékért, úgyhogy nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés, és az egész Siklósi várnak. Sokat teszünk mi is, próbálkozunk, Bormúzeumunkban jelenleg is 24 villányi borvidéki borászatnak a borai találhatók meg, és visszük a hírét mindenfelé, amerre mi tudjuk. Olyan kollégákkal kiemelten Borosné Tihanyi Györgyinek a munkásságával, úgyhogy úgy gondolom, hogy az egész ország, aki hozzánk ellátogat, és most már egyre többen vannak, akik ellátogatnak hozzánk, ők nem csak a várat ismerik meg, hanem a borvidéket is. Ez az egyik kiemelt feladatunk és célunk, és ennek az elismerése ez a díj, aminek nagyon-nagyon örülünk tényleg. A Villánysiklósi Borút Egyesület számára fontos, hogy a tagoknak legyen egy olyan platformja, ahol rendszeresen találkozhatnak és megoszthatják tapasztalataikat. Ez a rendezvényünk, a Villánysiklósi Borút Egyesületnek a gála esemény, ez két évente kerül megrendezésre. Ennek az egyik apropója az, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a Villánysiklósi Borút Egyesület tagjainak legyen egy olyan platformja, ahol találkozhatnak egymással, őszintén elbeszélgethetnek egy jó hangulatú est keretében. A másik pedig ennél kicsit emelkedettebb cél, ugye Becker Leonóra volt a Borút Egyesületnek a korábbi elnöke, ő már sajnos nincs közöttünk, és az ő tiszteletére, az ő emlékére alakította a Borút Egyesület egy díjat, amit a Villánysiklósi Borút Egyesület, illetve a villányi borvidékért felemelkedésért aktívan tevékenykedő szolgáltatók, illetve egy fő szolgáltató és egy fő magánszemély számára ajánlunk meg. A Borút Egyesületnek alapvetően is a célja ugye a villányi borvidéknek a felemelése, illetve a villányi borvidék borturisztikai szolgáltatóinak a népszerűsítése. 94-ben alakult meg az egyesületünk egyébként, és azt gondolom, hogy egy töretlen fejlődésen ment át az elmúlt 25, most már 27 évben. Az egyesülettel az év minden napján együttműködik a város, legyen szó a hegyi utak fejlesztéséről, vagy nagyobb szőlőbirtokok csapadékvíz elvezetési problémájának megoldásáról, mondta elbeszédében a polgármester. Régő Gábor kiemelte, hogy abban látja a szervezet legnagyobb szerepét, hogy olyan szakmai háttérrel, infrastruktúrával rendelkezik, melyek előre tudják mozdítani a következő akár 10 éves fejlesztéseket is. Én azt gondolom, hogy a város szempontjából talán a két legnagyobb fejlesztési elképzelés. Egyrészt a
Siklósi várnak, mint helyszínnek a fejlesztése, hiszen az egyesülettel való együttműködés odáig jutott, hogy láthatóan például ezek a minőségi rendezvények már kinőtték magukat, és olyan nemzetközi konferenciáknak is helyszínt szeretnénk adni, ahol több százas létszám jelenik meg. Ennek úgy gondoljuk, hogy egyetlen minőségi helyszíne van a Borúton, ez a Siklósi vár lehet. A másik stratégiai irány pedig megint csak vissza kell utalnom itt a Tenkeshegy és a jó minőségű szőlőültetvények és a körülöttük lévő infrastruktúra fejlesztésére, amiben az első lépést hála Istennek meg tudta tenni Siklós városa is az idén, és abban bízunk, hogy út és egyéb fejlesztések vonatkozásában a következő években segíteni tudjuk a borászataink fejlődését. A gála esten bemutatkoztak az egyesület új tagjai is, de néhány helyi védjeggyel ellátott terméket is megkóstolhattak a résztvevők.